Sziasztok, Kurta Rikári vlog program ajánló, méghozzá jövő hét hétfőre, ami ugye május 1-e majális lévén ünnepnap, mégpedig a szokásos május 1-i bivajréti majálisra szeretnélek titeket meginvitálni. Ez egy ilyen Rikári féle közönség találkozó lesz. Ezt már többször megrendeztük, hát pont a Covid alatt szünetet tartottunk, de többször megrendeztük, és ez most is meg lesz rendezve. Május 1-én 10 órakor találkozunk a határútnál, a szálloda előtti parkolóban, és akkor onnan megyünk, attól függ, hogy hányan leszünk, és kik, hányan jönnek autóval. Eddig mindig befértünk 2-3 autóba, és volt is annyi autó. Ha nem férünk be, akkor az én vezetésemmel a 194-es autóbusszal utazunk, tehát 10 óráig érjetek oda, és akkor utána elindulunk kocsikkal, vagy ha nem lesz annyi kocsi, akkor 10 óra 12-kor megy a busz, és a bivaj réten fogunk feelingelni. Tudnivalókról annyit, hogy zárt ruházat, zárt cipő, mert ugye ez egy ilyen természeti környezet, ahol azért magas a fű, lehet hullancs, meg ilyenek, és bár még azért úgy májusban ez nem annyira jellemző. És a másik, hogy eső elleni védő eszközt, esőkabátot, esernyőt hozzatok. Abban az esetben, ha véletlenül nagyon durva időjárás lenne, cunami vagy felhőszakadás vagy ilyesmi, akkor el fogjuk halasztani ezt az eseményt, és abban az esetben egy későbbi májusi időpontban tartjuk meg, úgyhogy figyeljétek itt a csatornán, illetve mind a két csatornán, mert ezt a videót mind a két csatornára kiteszem, a közleményeket. Ha rossz idő lesz, akkor elhalasszuk. Eddig még soha nem kellett elhalasztani, legalábbis időjárási ok miatt, csak a Covid miatt. No, hát remélem, hogy eljöttök. Nem akarom, hogy nagy tömeg legyen, akit tényleg érdekel, az jöjjön el, ja, és még annyi, hogy kiskorúak szülői engedéllyel, és a szülői engedéllyel jöhetnek, nem mondom azt, hogy szülői felügyelettel, minden szülő tudja, hogy a gyermeke mennyire tud magára vigyázni, tehát ezt nem én fogom eldönteni, viszont nem gyermekmegőrző, úgyhogy erre kérem, hogy figyeljetek, és hát akkor várok szeretettel mindenkit, eddig mindig jó volt a hangulat, berakom majd ide linkbe a korábbi ilyen találkozóknak a találkozókról készült videókat, és várok mindenkit szeretettel, aki benne van a Rikári Nézői Facebook csoportban, az ott is láthatja az eseményt, de ez zárt csoport, tehát de lehet bele jelentkezni, eddig mindenkit felvettünk és senkit nem tiltottunk ki, úgyhogy ott is lesznek információk, de itt a YouTube-on is a közlemények között. Na, köszönöm szépen, hogy megnéztétek, és tartsatok velem a bivajrétre jövő hét hétfőn, május 1-én. Sziasztok! Csüssz!